Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, György Ildikó vagyok. Mai első vendégem Vasi Anikó. Anikó, üdvözöllek itt a stúdióban. Üdvözöllek én is, kedves Ildi, és a kedves nézőket is üdvözlöm, szeretettel. Anikó spirituális tanító és életút tanácsadó is egyben. Anikó, egy picit szeretnék arról hallani tőled, hogy hogy kerültél kapcsolatba a spiritualitással? Igen, a spiritualitással ugye gyermekkoromban kerültem közelebbi kapcsolatban, vagyis akkor lettem rá tudatosabb. Egy nagyon szép történet kerekedett ki az elmúlt időszakban bennem, amire elkezdtem emlékezni, és ez pedig az, hogy amikor iskolában, második osztályban jártam, és akkor még ugye az volt a szokás, hogy mindenkit kiküldtek az esőbe, a szélbe, tehát nem voltunk ugye hozzászokva ehhez a kényelmesebb világhoz. Igen. És én ott a lányokkal körbeálltam, az osztálytársakkal, és akkor elkezdtem mondani, hogy es, és ugye ennek volt egy gyönyörű, szép monológia még, amire nem emlékszem. És ez így felszínre hozott bennem nagyon sok mindent, mert elkezdett szakadni egyre jobban az eső. És ugye nézték a többiek is, hogy mit csinálunk, tehát ott úgy körbeálltak minket, megállt ugye a levegő, és ezzel kezdődött gyakorlatilag ez a spirituális út. Amit azóta is jársz akkor ezek szerint. Igen, igen. Na, Anikó, nagyon sokan vallják azt az emberek, hogy elmegyünk egy jósnőhöz, elmegyek egy tudó emberhez, és ő majd megmondja a tutit, minden problémámat megoldja. Te mit gondolsz erről? Így van ez tényleg? Sajnos másoknak a problémáit nem tudjuk megoldani. Bármennyire is nagyon szeretnénk, és bármit is fölvállaltunk ezáltal. Viszont hozzá tudjuk segíteni az embereket, ahhoz, hogy a megoldások előkerüljenek, és ugye meg is lépjék azokat a lépéseket, amiket meg kell tenniük. És ehhez ugye a tarotkártyát használom legfőképpen útmutatásként. Mi a különbség az útmutatás és a jóslás között? Mert gondolom ez nem egy és ugyanaz. Így van. A jóslás az egy irányt ad. Tehát gyakorlatilag ugye a karmán belüli életet boncolja, vagy megmondja. Az útmutatásnál pedig különböző utak vannak, és ugye itt belekapcsolódik már a szabad akarat is ebbe a történetbe, és ahogyan megyünk ugye az életünk folyamán, több irányt veszünk, tehát több irányba mehetünk, és az útmutatás az megmutatja, hogy ezen az úton hová lyukadunk ki, hogyha ezt és ezt tesszük, vagy hová nem lyukadunk ki, hogyha otthon ülünk a négy fal között. Tehát segít a választásokban, igaz? Tehát igen, irányokat mutat, igen. Lehetséges kimenetelekkel. Így van, igen. Igen. Az útmutatás szépsége egyébként abban rejlik, hogy megtanulsz dönteni a saját sorsod felől, és ugye ez lenne a lényeg, hogy mindenki vállalja a felelősséget a saját életéért, és azért, amit képvisel az életben. Igen, hiszen minden döntésünknek következménye van, de inkább hozzak egy rossz döntést, mint hogy topogok és nem hozok döntéseket, pontosan, ugye? Igen. Hogy tudod segíteni az embereket, hogy merjenek dönteni, vagy mutatod az irányt, vagy tehát ez hogy működik nálad? Ez úgy mutatkozik meg az életükben az embereknek, hogy eljönnek hozzám nyilván, és megnézzük ezeket az utakat, és mindenki kiválasztja saját magának azt, amelyik a legjobban tükrözi a bátorságát. Mert ugye ezekhez kell, hogy bátor legyen az ember, és hogy tovább tudjon lépni bizonyos helyzetekből, mert nagyon benne tudnak ragadni az emberek egy-egy helyzetben, bizonyos élethelyzetekben, és nem mernek lépni. És ugye adok gyakorlatokat az útmutatások során, hogy mivel könnyíthetik az életüket, és hogyan tehetik jobbá azt, és hogy tudjanak ténylegesen lépni. Ez lehet, hogy sok időbe telik, mert ugye nem lehet egyből mindent megkapjunk, viszont én azt látom a vendégeimen, hogy nagyon szépen, nagyon kitartóan, gyönyörűen haladnak előre, és ugye ez a fontos. Ez a lényeg, hogy már az irány is rendben van meg a haladás. Igen. Milyen eszközöket használsz? Ugye itt említetted a tarot, de egy picit szeretnék ezekről az eszközökről hallani. Igen. Hát az egyik is
és a legszeretettebb, amit már ugye most mondtunk is az előbb, a tarot kártya. De a Lenormand kártyát is nagyon szeretem, magyar kártyát, francia kártyát. Meg szoktam nézni a tenyerét az embernek, belepillantok, bár ezt nem mindig. Aztán számisztika is, de az inkább másodszorban szerepel. Inkább az útmutatás ugye az, ami a tarot kártyához kötődik bennem. Hogyan segítenek ezek a kártyák? Mert ugye azt is halljuk, hogy nagyon sokféleképpen lehet a kártyákat értelmezni. Tehát honnét tudom, most hogyha valaki elmegy ugye egy ilyen útmutatás kérésre, hogy most tényleg azt hallom, ami tényleg a nekem való üzenet. Igen, ehhez először is én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy küldje ki a létezésbe azt az információt, hogyha segítségre van szüksége, hogy akkor a megfelelő segítőhöz kerüljön. Tehát ahhoz a segítőhöz, aki neki a legjobban tud segíteni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert találkoztam már olyanokkal is, ugye, akik azt mondták, hogy hát igen, tehát eddig még nekik senki nem tudott segíteni, bármennyi pénzt kifizettek, bárhol jártak. Tehát ugye ez a hosszú út, de nyilván annak is megvan a maga oka, az sem volt véletlen. Így van. Viszont, hogyha ezt kivetítik, vagy kidobják az éterbe, akkor ugye azt kapják vissza. És akkor meg eljutnak ahhoz a megfelelő segítséghez, ami számukra meghozza azt a kellő lépést is, amivel előre felé tudnak lépni és haladni az életükben. Igen. Milyen területekkel foglalkozol leginkább, vagy mivel találnak meg a hozzád fordulók? Nagyon szeretem a meditációkat, és csoportos meditációkat is tartok, és amik ott elindulnak, azokban is van változás nyilván, tehát ugye akik hozzám fordulnak csoportos meditációkra. Ez a kettő fajta olyan dolog van az életemben, ami most teljes mértékben kiteszi az életemet. Egyébként ugye a tüzönjárást is tudnám ajánlani mindenkinek. Azt is vezetsz le tüzönjárást? Igen, ez most volt a hétvégén például, és hát fantasztikus csodát lehet megélni általa, tehát ténylegesen azok az emberek, akik folyamatosan járnak ide is, ők is ugye megtalálják azt, ami az életükben a fő fontos irány. Hát amikor hozzád fordul valaki, akkor azt az eszközt húzod ki a te kis eszköztáradból, amire neki szüksége van? Igen. Vagy ez hogy működik? Így van, így van. Viszont vannak olyan egyének is, akik már úgy jönnek, hogy tudják, hogy igen, nekem egy útmutatásra van szükségem. Ami még egy nagyon érdekes dolog ugye az útmutatással kapcsolatosan, hogy az útmutatás által például felteszik a kérdéseket. És ugye van, amikor nem az a kérdés, tehát nem az a válasz jön az adott kérdésre, amit éppen ő kérdez, és akkor olyankor ugye én mindig megállok egy picit, hogy igen, jó, akkor, de akkor most mi is a kérdésed? Miért is fordultál ide? Mert én nem azt látom, tehát nem azt mutatják a lapok. És ugye ilyenkor, mint ahogyan mondtad te is, hogy eszköz, tehát igen. A tarotkártya is egy eszköz, egy csodálatos eszköz, ami megnyitja azt a csatornát, amin keresztül, ugye, áramoltatunk az emberek felé információt. Mondaná egy példát is, hogy ez akkor hogy működik, hogy például elmegy valaki egy párkapcsolati kérdéssel, és kiderül, hogy nem is azzal kéne foglalkozni, hanem mondjuk magát rendbe rakni, vagy az önbizalmát, vagy igen. Ilyesmikre gondolok. Pont most a hétvégén volt egy olyan szituáció, amikor leült elém egy hölgy, és akkor mondtam neki, hogy akkor tegyen fel egy kérdést. És föltette azt a kérdést, hogy jó, akkor mi lesz a munkahelyemen? Tehát ugye ez egy nagyon sarkos megfogalmazás már, de van ilyen is. És amikor rá kihúztam ugye egy lapot, fölfordítottam, és akkor mondtam neki, hogy jó, ez nem azt szimbolizálja, én nem erre kaptam választ, hanem arra kaptam választ, hogy párkapcsolat. Meglepődött ő is, gondolom. És akkor mondta, hogy jó, rendben, akkor nézzük ezt és ezt. Tehát, ugye akkor már a kártyák is megmutatják azt, hogy mire van szükséged. Téged is vezetnek ilyenkor. Igen.
És általában megfogadják a tanácsaidat, vagy ezeket az útmutatásokat? Az a tapasztalatom, hogy igen, egyre inkább, mert a folyamatos fejlődésben vannak az emberek, folyamatos átalakulásban vagyunk, változásban, és ez szükségszerű volt az embereknek, és ugye ezekkel az iránymutatásokkal egyre inkább, egyre jobban tudunk utat adni a spiritualitásnak is, igen. Mert ugye van, aki csak eljön, hogy jó, akkor mondjuk meg neki, hogy A lesz, vagy B lesz. Sőt, inkább átszoktak, hogy rosszat ne is mondjunk. Ez... Csak az A legyen. Igen, ez is egy kicsit sarkos, ugye ez. Igen. De hogyha, tehát ez a tudattágítás is benne van az útmutatásban. Tehát igen. Óvatosan kell az emberekhez közeledni, és egyre nyitottabbá válnak. Igen, és ezt te akkor, ha jól tudom, te ezt tanítod is, igaz? Igen, tanítom is. A tarot kártyát azt továbbfejlesztettem önmagam által, és a tapasztalataim által, és egy tarotmesterképzőt hoztam létre, ami most forrott ki igazán bennem. Tehát ugye ez a hosszú évek alatt érlelődő tanulás és információk által összegyűjtött anyag, amit szeretettel adok tovább a tanulni vágyóknak. Na hát akkor sok mindenben fordulhatnak hozzád itt a kedves nézők. Anikó, milyen gyakorlati tanácsot tudnánk adni a nézőknek a te területedről? Igen. Az lenne a gyakorlati tanácsom, hogy én nagyon szeretem a tükörmágiát. A tükörben ugye nagyon sok minden visszatükröződik ránk. És csak egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogyha az intuíciónkat szeretnénk fejleszteni, akkor ugye a homlok csakránkra kell összpontosítani, és közben nézem magamat, tehát nézek bele a tükörbe, nézem a szememet, és ugye ide koncentrálok. És elkezdem látni azt, hogy fölülről lefelé egy aranyszínű háromszög világít, rajzolódik először, majd világít a homlokom közepén. És ugye ez a háromszög, ez szépen beivódik az én aurámba, és ez fog hatni. Tehát, hogyha a megérzéseinket szeretnénk erősíteni, akkor ezt a gyakorlatot tudnám ajánlani a kedves nézőknek. De jó, köszönöm szépen, és ezt ugye az élet minden területén tudjuk használni utána. Igen. Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves én nézőink! A mai vendégem Vasi Anikó volt, aki spirituális tanító és életút tanácsadó is egyben. Hamarosan folytatjuk. És már folytatjuk is. Mai második vendégem Brezina Kinga. Üdvözöllek itt a stúdióban. Szerintes. Kinga, fekete öves Nia oktató vagy. Az. És övem is van. És öved is van. Kinga, hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a Niával? Honnan indultál? Mit lehet róla tudni? Én egy nagy Kurfürtbe járt bölcsész vagyok valójában. Oh. És egy nagy ugrásokkal 10 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a Niával, és 8 éve tanítom. De alapvetően 19. századi magyar irodalomra specializálódtam, és még ma is egy kicsit foglalkozom vele, aztán pedig kommunikációval foglalkoztam elég sokáig. Akkor ez szép nagy kanyar volt az életedben. Hát azt szoktam mondani, hogy az volt a kanyar, hogy ide érkezzem. Sőt, hát ennek volt egy előzménye, hogy érettségi előtt a magyar tanárnőm mondta, hogy akármi történik, fiam, neked tanítanod kell. Aztán a 20. érettségi találkozónkon mondtam is neki, hogy látod, Éva, 20 éven bekerül, de kitaláltam, hogy mit fogok tanítani. Úgyhogy igaza volt, tanítok, csak Niát, nem magyart. Mondd el kérlek a nézőknek, hogy mi ez a Nia? Valószínűleg sokan ismerik, de gondolom, hogy vannak olyanok ez is, akik most hallanak először. Ez egy táncalapú, holisztikus mozgásforma, ami jót tesz a léleknek is, meg jót tesz a testnek is, ad egyfajta érzelmi kiegyensúlyozottságot, de a legfontosabb attribútuma talán az, hogy az örömhöz hogyan tudok a testemen keresztül kapcsolódni, jó zenére táncolni, meg szerintem mindenki tud igazából. Uh-huh. Ez leginkább hölgyeknek ajánlod, vagy bárkinek? Nem, de leginkább hölgyek csinálják. Ez azt hiszem, hogy más... ilyen típusú mozgásoknál is jellemző, hogy elmész, és főleg nők vannak az órákon. Igen. Tehát, hogyha bemész egy jóga órára, ott is nők vannak, vagy bemész egy deep work, vagy body art-ra, ott is nők vannak.
hogyha férfi tartja, akkor még több nő van. Ez szokott lenni. Nálunk is az, vannak férfi nő tanárok, és van azért elvétve egy-két bátor férfi résztvevője az óráknak. Mi a különbség a nia és a többi ilyen táncos mozgásforma között? Hát attól függ, hogy melyiket nézzük, de az egyik az, hogy ez mezítlábas, tehát nem cipőben táncolunk. Van egy 7 ciklusban álló óra felépítés, ami egyébként el tudom képzelni, hogy más táncos órákra is jellemző, saját magammal táncolok, van egy tanár, aki mutatja, vagy modellezi a gyakorlatokat. Szeretik a tükrös termet, nem feltétlenül szükséges hozzá, és minden mozdulatot úgy hajtok végre, hogy ez nekem jó lessen. Tehát van egy térkép, a test térképe, és azon próbálok eligazodni a lehető legjobb módon, méghozzá úgy, hogy a legkisebb erőfeszítéssel a legnagyobb hatást érjem el. Hát ennyi. Tehát ez akkor egy örömtánc. Ez egy örömtánc, aminek során, tehát kapcsolatba kerülök ugye a testemmel. Ugye ez most leginkább a hölgy szakaszra mondom, igen, hogy nagyon sokan kritizálják, bántják a testüket, igen, akármennyire a külső szemre szerint gyönyörű, de mégis megtalálja azokat a részeit, amivel ő elégedetlen. Nekem, ebben szerintem egyébként bármelyik mozgás, ami örömet szerez, tud segíteni. Nekem a nia volt az, ami azt az élményt hozta ott a második kisfiam születése után, hogy mint amit gyerekkoromban éreztem körülbelül utoljára, hogy felszabadultam, tudok mozogni, az egyébként éppen akkor nagyon megváltozott testemben. És hogy ehhez milyen jó, hogyha visszatalálok. És aztán így szépen lépésről lépésre haladtam tovább, hogy el kellett fogadni, amit nagyon sokan, meg a kultúra, amiben vagyunk, nem is nagyon támogatja, hogy ezt az életemet, ezt ebben a testben fogom leélni, ezt azt ki tudok rajta cserélni, meg persze kicsit fel tudom polírozni, amikor arról van szó, de ezt a testet én nem tudom letenni a sarokba, és utána fölhúzni magamra, legalábbis ebben az életemben egy másikat, mert mondjuk nem tetszik. És mennyivel egyszerűbb és könnyebb, szenvedésmentesebb lenne az életünk, hogyha egy jó viszonyba kerülnénk, egy szerető kapcsolatba kerülnénk a testünkkel. A tánc az mindig jó alap arra, hogy az ember megszeresse először a saját testét, és aztán pedig saját magát. A nia annyiban ad ehhez hozzá, hogy a kiindulási pontunk az mindig a testünk. Tehát előbb-utóbb jó viszonyba kell kerülni a testünkkel, hogyha niázni szeretnénk, és ennek van egy ilyen jó hozadéka, hogyha jó viszonyban vagy a testeddel, akkor egy csomó mindent könnyebben fogsz tudni csinálni. Ahogy én... Tehát az élet többi területére is kifoghatni. Akkor ez így van. Azért abban van igazság, hogy épp testben épp lélek, ugye, amit az ókori görögök mondtak, és én ebben mind a mai napig hiszek. Sőt, bizonyos nehezebb eseteknél szoktam is mondani, hogy ha a test megtanul fölállni, akkor a lélek is föl fog állni, és ez nem azt jelenti, hogy a kettő nem működik egymás nélkül, de én mélyen hiszek a test bölcsességében, minden titkomat tudja és őrzi, még azt is, amit az elmém szeretne elfelejteni, az a testből bármikor váratlanul elő tud ugrani. Tehát magyarán olyan, mint hogyha beindulna egy ilyen öngyógyító folyamat is akár egyben. Így van. És mondod, hogy ez ilyen egyéni tánc, tehát hogy van egy oktató, tehát mondjuk amikor te vezeted az órát, akkor én másolom a te mozdulataidat? Hát mondjuk így, igen. Tehát, hogy megpróbálja mindenki, először mindenki próbálja úgy csinálni, mint a tanár, én is azt akartam, és aztán utána ezt szépen mindenki a saját nyelvére lefordítja. Uh-huh. Van egy itiner, vagy van egy ABC, ami ebben segít, van 52 alapmozdulat, ezek kombinálódnak az órák során, a koreográfia van során, ezeket rutinoknak hívjuk. Szerintem egyszerűek és könnyen követhetőek, a zene rengeteget segít ebben, és hogyha ezt az 52 mozdulatot szépen és precízen a magam számára 100%-os módon hajtom végre, akkor az mindig erősen megtámasztja az öngyógyulási, öngyógyítási folyamatot. A gyógyulás, mint olyan, szerintünk, nia tanárok szerint, az egy elkerülhetetlen dolog. De jó, a még ha meg is akarjuk úszni, akkor is a test az elkezd gyógyulni. Ez a kellemes mellékhatás ez akkor a nia óráknak. Így van. És gondolom, ezt, hogyha önmagammal jobb kapcsolatba kerülök, akkor ez kihat a környezetemre, a baráti, a párkapcsolatomra, mindenre, az emberi kapcsolatokra. Mindenre. Tehát én a saját példámon keresztül azt tudom mondani, hogy az anyaságban való elveszés, és utána visszatalálása, a feleség, a nő, az asszony, a szerető, tehát hogy tényleg, hogy egy ilyen teljes életet tudjak élni, és közben ne szűnjek meg anya lenni, de ne szűnjek meg az a 8-9 éves kislány se lenni, aki valaha voltam, abban nekem nagyon sokat segített. És leginkább azzal, hogy én közben nem gondolok semmire.
nekem akkor üres a fejem. Hát pihen akkor. Ez így van. Jó, ide jó. Hát már ettől is beindul a regenerációs folyamat a testben. Tudjuk ugye, hogy a felvilágosodás óta az az axióma, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Ez nem igaz. Jó lenne nem gondolkodni. Nagyon jó lenne, nem gondolkodni. Ez nem igaz. Tehát, hogy ebbe így belehajszoljuk magunkat. És egyébként pont ez a nagy dolog, hogy ezeket a pillanatokat megtalálni az életben, amikor nem agyalunk és pörgünk valamin. Így van, így van. A test ebben csodálatos eszköz, meg segítőtárs. Tehát ő azért ezt végigkíséri, ezt tényleg egy ilyen kísérő a folyamatban. Igen, és ahogy ezt mondtad, hogy az anya, a feleség, a szerető, a minden, tehát hogy talán jobban meg tudom élni a saját nőiességemet is. Meg. Igen, mert nagyon sok az elférfiasodott nő, ugye? Muszáj elférfiasodnunk, igen, muszáj volt elférfiasodnunk. És akkor ez itt most visszatalál a valódi így női van. Minőséghez. A nia az abban is tud segíteni, hogy a maszkulin és a feminin oldaladat kiegyenlítsd. Éppen mikor, merre felé vagy elbillenve, abból tud visszahúzni a középpontodba. Ezt egy nő és egy férfi találta ki. Tehát a rögtön ugye az alap egy olyan, hogy van benne egy erős férfi energia, meg egy erős női energia. Összetették ezt a dolgot. Ők egy egykori házas pár. Szeretem azt mondani, hogy ez az ő közös gyerekük. Most már fölnőtt 40 éves, úgyhogy egy érett. A nemét nem akarom meghatározni, de egy érett személyiségről beszélünk. Még pár ezer év is behozza a jógát. Tehát, hogy így, de az idő az nem számít. Tehát segít visszatalálni a nőiességhez, de érdekes módon a férfiaknak is segít visszatalálni ahhoz a valódi férfi oldalukhoz, illetve azt is szoktuk mondani, hogy azok a férfiak tudnak és szeretnek igazából niázni, akik jóban vannak ezzel a feminin energiájukkal. A női oldalukkal. És ez nem azt jelenti, hogy ők nőies férfiak. Igen. Hanem a női oldalát is ismeri, és tisztában van vele, vagy pedig hajlandó vele foglalkozni. Hiszen mindannyiunkban megvan mind a férfi, mind a női oldal. Így van. A nőknek pedig, mivel a harcművészetekből is merítkezik a nia, az, hogy vannak benne ütések, rúgások, egyrészt nagyon jó stresszlevezető, tehát nagyon szeretnek a hölgyek ütni, rúgni levegőt, de mivel ott erős férfi energiák dolgoznak, ezért a bennük lévő férfi energiával is tudnak mit kezdeni, meg tudják tartani, tudják kezelni. Tényleg vissza tudnak kerülni a középpontunkba. Tehát, abszolút az egyensúly. Így van. Az a test maga is mindig egyensúlyra törekszik. Van egy ilyen jó tulajdonsága. És akkor hadd megyek én ezzel az áramlással. Jó De az jó. Nekem. A környezetemnek is jó. Az biztos. Hát egy nyugodt ember ugye ezt az energiát közvetíti a környezetében. Kinga, és ugye jól tudom, hogy sokféle nia van. Tehát nem egyfajta. Van a nia, mint olyan. Igen. Az, amit szoktunk mostanában már klasszikus niának is hívni, de vannak különböző ágai, mint a Nia Moving to Heal, az a gyógyító Nia, vagy Nia Five Stages, ami egyfajta terápiás, az egy lassú, autentikus mozgássor az például, nem a klasszikus értelemben vett tánc, vagy van egy ilyen fitness része, ami egy ilyen jó, ha akarom, intervall edzésnek felel meg. Igen, a Muvaiti, tehát hogy így meg lehet találni ezeket a részeket, van free dance, ami a szabad tánc. Tehát az egyéniséghez legmegfelelőbb, így ki van, tudom így választani. Van. Vagy éppen az a hogyan vagyok, ugye az egyik, amikor az órát elkezdjük, mindig elmondom, hogy úgy hajtom végre a mozdulatokat, ahogy vagyok, de abból kihúzom a legtöbbet. Tehát az legyen 100%, ne 90, de ne is 120, mert nem kell, de 100%-ot tegyek bele, az mindig más. Lehet, hogy egy gyógyító nia órára van szükségem, lehet, hogy egy szabad táncra van szükségem, de aztán lehet, hogy el kell mennem futni egyet a szigetre, és arra van szükségem, akkor azt kell abban csinálni. Abban is segít. Így van. Mondanál akár példát is, hogy akár a te magad életéből, vagy a hozzád fordulókéből, hogy kinek miben segített a niait? Fű! Tudom, hogy könyvet tudnál, gondolom, már írni könyvet. Belőle. És vannak is, akikről megírnám, de... Név nélkül, abszolút. Lehet csak tőle fogyni. Én is fogytam tőle nagyon sokat. Tehát én a második gyerekem születése után, aki egy nagy súlyú újszülött volt, nagy és baba. Utána nagy súlyú csecsemő volt, és a testem az úgy érezte, hogy minden... tehát minden gramhoz ragaszkodni kell, amíg ez a gyermek szopik, addig ragaszkodott is. Lehet tőle fogyni, az anyagcserét, vagy a metabolizmust igazán jó irányba tudja belökni, tehát én szoktam javasolni azoknak is, akiknek olyan pajzsmirigy problémájuk van, amit még viszonylag mozgással lehet kezelni. Én magam enyhén inzulinrezisztens vagyok, nekem az inzulinrezisztenciámat egy odafigyelős moderált diétával nagyon jól karban tartja. Nagyon jót tesz a keringési rendszernek.
És nekem nem meglepő, amikor valaki úgy jön hozzám, hogy leállt mondjuk a ciklusa, és akkor az újraindul. Vagy pedig a változókori, ugye többen vannak, akik abban, abban a kormányok is úgy jönnek hozzám, hogy a változókori tüneteket enyhíti, mert azt gondolom, hogy magán a változáson segíti átkísérni. Ó, de jó. Tehát meg minden életterületre hat akkor pozitívan. Ez egy kortalan történet. Ez egy kortalan dolog. Kiknek ajánlod, akik táncolni szeretnek, vagy bármilyen jellegű problémán változtatni, vagy nézzék meg ez is. Ez a fűfavirág kategória, tehát hogy nem botanikusok vagyunk ilyen szempontból, de ajánlom bárkinek, aki örömöt keres az életében. Nagyon sokan jönnek, akik éppen olyan élethelyzetben vannak, hogy valamit szeretnének változtatni, de én néha tanárként kegyelmi helyzetben vagyok, mert tudom, hogy ők már keresnek. Jaj, de jó. Hát akkor szeretettel ajánlom azoknak a keresőknek Brezina Kingát és az ő tevékenységét, ugye, aki fekete öves, néha oktató, aki bármilyen életterületen változtatni szeretne, és ehhez a táncot, ezt az örömtáncot hívja segítségül. Kinga, köszönöm szépen nagyon a beszélgetést. Szívesen. Kedves nézőink, egy hét múlva folytatjuk hasonlóan érdekes vendégekkel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra.